A napokban a Szekszárdon több helyen is találkozhattak az utakon közlekedők a rendőrökkel. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek hálózata ugyanis október 9-e és 15-e között Focus on the Road elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Ami azt jelenti, hogy ez idő alatt az egyenruhások Tolnavár megyében is fokozottan figyelik azokat a sofőröket, akik nem a vezetésre koncentrálnak. Mit is jelent az, hogy valaki nem figyel eléggé az utakon? Például az, hogyha mobiltelefont tart a kezében és úgy vezet a közutakon, ez természetesen szabályszegésnek minősül, és a kollégáim bírságolni is fogják ezeket az autósokat. Emellett, hogyha valaki iszik vagy eszik az autóban, illetve hogyha egyéb műszaki eszközt tart magánál, sajnos ugyanis előfordult már az, hogy úgy intézkedtek a kollégáim egy járművezetővel, aki éppen filmet nézett, miközben vezetett. Köszönjük szépen, további utat, viszontlátásra! Emellett a passzív biztonsági eszközök megfelelő használatát is ellenőrzik az egyenruhások. Bekötik a gyermekeiket a gyerekbiztonsági rendszerbe, illetve hogy használják-e a biztonsági öveket mind utasként, mind pedig járművezetőként. Tehát október 9-e és 15-e között minden járművezető számítson a fokozott rendőri jelenlétre Tolnavár megye útjain.